Sziasztok! Nagyon fogtok örülni, mert hoztam egy másik dél-koreai nagy kedvencet, a kimcsit. Isten ilyen finom savanyúság, aki még nem ismeri, egy befőttes üvegbe szokták fermentálni, szóval vágjunk is bele! Első lépésben a kínai kelt fogjuk feldolgozni. Negyedelni fogjuk, és ezt úgy fogjuk csinálni, hogy a gyökerénél ketté vágjuk először, kézzel széttépjük, és utána megint ketté vágjuk. Ezt követően meg fogjuk mosni a leveleket. Lecsepegtetjük, és még érdemes konyhai papírra leitatni egy kicsit a vizet róla, hogy ne legyen annyira vizes az egész, és ezután pedig belehelyezzük egy nagy tálba pácoláshoz. A kínai kelt sóval fogjuk bepácolni, durva tengeri sót szeretek ehhez használni, és ami nagyon fontos, hogy türelmesen mindegyik rétegnél szükséges bekenni ezt, lehet kicsit kézzel is belemasszírozni a sót. Nek az a lényeg, hogy kicsit kiszárítjuk a káposztát, és a nedvesség tartalmát kiengedje. Nagyon fontos, nem csak ennél a lépésnél, de az egész kimcsi folyamatnál, hogy csak akkor vágjatok bele, hogyha van időtök és türelmetek beszerezni a megfelelő alapanyagot, és végigcsinálni ezt a hosszú folyamatot. Miután türelmesen belemasszíroztuk a sót a kínai kell leveleibe, lefedjük egy alufóliával, vagy egy fedéllel, ha van otthon. És még egy trükk, amit szoktam alkalmazni, az pedig valamilyen nehezékkel lesúlyozom, és ezáltal is jobban tud puhulni, és most hagyni fogjuk 2 órát pácolni, de érdemes fél óránként fordítani egyet rajta, hogy minden oldalát még jobban érje a só. Felforraltam egy kis vizet, és bele fogok tenni szárított shiitake gombát. Jobban szeretem a szárított shiitake gombát ehhez, mert sokkal erősebb az aromája, és ezáltal ezzel jobban tudjuk fűszerezni a páclevet. Miután bebarnult egy kicsit a levünk, ki tudjuk venni a gombát, mert erre már nem lesz szükségünk. Teszünk bele 1 evőkanál cukrot, jól összekeverjük, és miután elolvad a cukor, le is vehetjük a tűzről, és egy picit lehűtjük. Miközben hűl egy kicsit a páclevünk, elkezdjük feldolgozni a pácnak a többi elemével, először is az alma, és ezeket egyből beleteszem a turmixgépbe, aztán jöhet a körte, új hagyma, fokhagyma és a gyömbér, valamint a hagyma. Mehet bele a halszósz. Most, hogy már kihűlt egy kicsit a páclevünk, össze fogjuk keverni 1 evőkanál liszttel. Kapnunk kell egy ilyen ragasztósabb állagot a végére. Ha úgy látjátok, hogy nem kapjátok meg azt a ragacsosabb állagot, akkor ilyenkor vissza is lehet rakni kisebb lángon, mert akkor besűrűsödik sokkal jobban. Akkor beleöntjük a turmixgépbe. És jöhet a turmixolás. Szép simára kevertük már a pászlevünket, és egy tálba fogjuk önteni. Most pedig jöhet a lelke a kimcsi pácnak, a koreai chili pehely. Tényleg szánjatok időt arra, hogy megkeresétek ezt a koreai chili pehelyet, mert más íze van, mint a magyar chilinek, nem annyira intenzíven csípős, és pont a kimcsihez ez a chili kell. Az a neve, hogy gochugaru, ezt kell megkeresni. Én még így a végére szeretek egy pár medvehagymát belerakni, mert ad egy extra aromát az egésznek. Most fagyasztott medvehagymát használok ehhez. Teljesen jó a friss vagy a fagyasztott, bármelyik. És szépen összekeverjük. Aki ismeri a kimcsit, most már az illatából be tudja azonosítani, hogy ez a jellegzetes kimcsi illat már kijön ebből a pácból, de most van még egy kis időnk szagolgatni ezt a pácot, hiszen meg kell várnunk a kínai kelt, hogy megpuhuljon. Le is telt végre a 2 óra, láthatóan már sokkal puhább a kínai keltnek a levele. Nagyon fontos, hogy ne pácoljuk túl a kínai kelt, mert akkor túl puha lesz, és nincsen meg az a roppanóság, amit a kimcsihez kell. Nekem most ez pont jó, szóval lemosom a sót nagyon óvatosan, és lecsepegtetjük. Fel is itattam egy kicsit a konyhai törlővel, látni, hogyha fölemeled, akkor ne csöpögjön víz belőle. És föl is vettem egy kis kötényt, mert most maszatolni fogunk.
megint jön a türelmes masszírozás a kínai kelnek. Szépen belehelyezzük, és nagyon szépen levelenként tetőtől talpig bekenjük a pálccal. Miután befejeztük, egyből helyezhetjük is át egy befőttes üvegbe, és most ezt megismételjük mindegyikkel. Készen is van az isten ilyen finom kimcsi. Mindenféleképpen szobahőmérsékleten egy napot tartsátok, hogy elkezdődjön a fermentációs folyamat, ezt követően pedig hűtőbe lehet tárolni, és akár 3-5 hónapig is eláll. Minél hosszabb ideig fermentálódik, annál savanyúbb lesz az íze, de minimum egy hetet várjatok, jó? Bírjátok ki, és egy hét múlva kezdjétek el csak a fogyasztását. Sajnos most ezt nem fogom megkóstolni, viszont figyeljetek, mert valamelyik videómban jövőben fel fogom bontani, és ígérem, hogy meg fogom kóstolni. És hogyha tetszett ez a receptem, nézzétek meg a rovat többi receptjeit is, és kövessetek be minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Sziasztok!